Jöjjön szavaztok, hey! Hát meg gyakoroljuk ezt, meg megpróbáljuk még egyszer. Yeah! Yeah! Jó. Yeah! Na! Ki volt ez a gyönyörű férfi bariton? Én voltam! Hát, oké. Örülünk, hogy itt legyünk. Örülünk, hogy itt lehetünk. De a leginkább annak örülünk, hogy ti is itt vagytok. Így aztán nekünk sem kell. Dunaszerdahely utcáit egyedül járunk. Jöjjön, Lord, örök zöld! Kezdjed, Gödike! Egy dinamit örökzöl, a tínédzser dal!
Drága hölgyeim, drága imádott hölgyeim, hölgyeim, kicsi lányok, nagy lányok, anyukák is varomák. Hozzátok fog szólni a következő dal. Ti, akik a szemünkben, a férfi ember személyben föl leszállt angyalok, valátok, kik a mennyek országából taszítatának le, hogy boldoggá tegyétek jó magam és férfi társaim életét. Hát kinek több, kinek kevesebb sikerrel jön ez össze. Ti nyilván azokhoz tartoztok, akik a többet képviselik. Viszont olyan áldozatot hoztatok érettünk, hogy szárnyatokat kellett adnotok, hogy itt lehessetek velünk. De most segítünk egy kicsit, hogy újra repülhessetek, bár szárnyat nem adhatunk. De egy sefrinyével bármikor ki tudunk segíteni titeket. Szóljon nektek a boszorkány repülés! Thank you.
maradunk is a női imádatnál. Hát igazából majdnem Guinness rekordernek számít a zenekar, a mai világban mindenképpen. Azon kevés zenekarok közé tartozunk, melynek minden tagja heteroszexuális. Számunkra is furcsa, próbálunk is ezen változtatni, de hát mindegy, senki sem tökéletes és hivátlan. Szóval maradunk a női imádatnál, most metaforikusan. A lángol a tűz, és hívog a tűz, ellenállni nem tudok én. Legyünk együtt tűzimádók.
Köszönjük szépen! Általában az szokott lenni, hogy az erős kezdés után jön egy mély pont, ami itt szokott lenni. El szoktunk fáradni, mint említettem már, a kupánk leszámítva öreg szarok vagyunk. Hát ne vigyorogjál, mert van még 3 évet, és ne is öreg szar leszel. Úgyhogy élvezd ki ezt a 3 évet. Most a napokban gondolkodtam el azon, hogy 99 éves koromig tudok csak lehúzni, meg puzzle-ozni, úgyhogy sürget az idő. Rá van írva a dobozó, hogy addig szabad, én meg törvénytisztelő állampolgár szeretnék maradni erre a kis időre még. Szóval a lényeg, hogy itt szoktunk elfáradni, és akkor igénybe veszünk titeket. Úgyhogy egy ilyen közös éneklésre, kumbájá, meg mit tudom én, invitálunk benneteket. Brown Laci kollégám fogja elkezdeni ezt a dalt, ő kezdte annak idején is, hogy legyen ez a szám. Íme! Ezt több magunktól találtuk ki. Nagyjából ez az egyetlen eredeti ötletünk. Igen, hát nem eredeti, mert a Simpson családból lestem. De Magyarországon először alkalmaztuk a Menj tovább című dal végén.
És ez azóta is így van, senki nem meri ezt bevállalni rajtunk kívül. Diköpet is előzik. Csáv. Legalább lenne benne alkohol. Szóval úgy néz ki, működik ez a P-mobil vonal, folytatjuk is szerintem ezzel. Ilyenkor szoktam elmenőzni azt, hogy megkaptuk azt a megtisztelő rangot, és remélem nem okozunk csalódást nektek sem, itt a Felvidéken, hogy a Kárpát-medencében a P-mobil után mi játsszuk a legjobban a P-mobil dalokat. Ezt ráadásul a P-mobil a feketőves közönsége és a zenekar tagjai erősítették meg, úgyhogy igyekszünk ennek megfelelni, remélem jól érzitek magatokat. Jól érzitek magatokat? Hát jó, ezt most elhiszem inkább, jó? Szóval örök mozgunk tovább! Sej! Oh,
Köszönjük szépen! Most úgy csinálok, mintha tudnám érni. De már tudom is, egy dinamit sláger következik újfent. Ám ez nem a régi idők dinamitja, hanem az új idő dinamitja, ami idén már 15 éve, szóval friss és ropogós, legalábbis 74-es dalokhoz képest. Szóval jön egy Kálmán Gyuri féle dinamit. Minden jó! Akkor duzzadó dal után mi mást is mondhatnék, mint hogy köszike. No már most, az lenne a kérdésem, ez egy ilyen interaktív rész lesz, amivel picit félve megyek bele, megmondom őszintén. Szóval ráértek még? Hát, ja. Hát valami ilyesmire számítottam, nem kérdezem meg többször. Viszont az biztos, hogy három emberrel teljesen közösséget tudunk vállalni. 4-6-an, az már 9, az csak 3-4-en 1 tucat. Szóval ki lehet itt matekolni, hogy igazából 3000-en mondták, hogy igen. Ön minden statisztika kérdése. És sokkal közelebb vagyunk a 3000-hez, mint az 1 millióhoz. Úgyhogy lényeg a lényeg, ha ti sem, akkor mi sem. Az időt nem sajnáljuk, csak élni szeretnénk. Mert minden, ami volt, az éppen úgy szép.
bejön egy személyes kedvencem, amúgy ez így nem igaz, hogy ők nem szeretem ezt, tudod? Viszont amikor úgy konferálom fel, hogy küldöm minden egyes ex-barátnőmnek, akkor sokkal jobban érzem magam. Igazából nincsenek sokan, csak én úgy csinálom, hogy egy ilyen több nőcsápászt lennék, hogy mit tudom, rohadtul, nem? De hát ez egy ilyen image. Szóval minden kedves dunaszerdahelyi ex-barátnőmnek küldöm szeretettel ezt a számot. Jó, beszopták. Valaha az emberük voltam. Eljött, amire jó magam, de szerintem nagyon sokan mi együtt várunk már. Itt a tavasz, dagana, mellünk a boldogságtól, mert mehetünk végre ki a szabadba. Indulnak a motorosok, indulnak a motoros fesztiválok, az igazi játszóterünk. Ámbátor ilyenkor ugye nyilván eszedbe jut nekem is mindenkinek, hogy mennyien nincsenek már köztünk, akik valaha
szerves részei voltak mondjuk egy-egy adott barátságnak vagy társaságnak. Szóval szóljon nekik, és persze nektek is a dal. Kívánjunk széles utat mind a földön, mind a magasba, minden motoros barátunknak. Szóljon nektek, és nekik a Vándor. Magányosan kóborod, semmi se volt.
Soulhunter csapatától, akik tök jó fejek, úgyhogy miért is ne tennénk ennek eleget. Egy 10-15 perc technikai szünet következik, és nem arról van szó, hogy én akarok mindenképpen elszívni egy cigit, de ha már így alakult, akkor hajlandó vagyok feláldozni magam. Levegőzzetek, igyatok, egyetek, meg szeressetek minket a második fél időben is. Vegyétek úgy, hogy a saját előzenekarunk voltunk. Hey, hey!